Majd szólj, ha kezdhetek! Hát most még kicsit izgulok, melyik kamerába kell nézni? A szöveg szar! A Crízis 3 új trailer, a Critek is megpróbált humoros előzetessel kedvet csinálni, hamarosan a Crízis Black Ops 2. Én ezt nem értem. És akkor ezt most fejből? Vegyük magunkat azért komolyan. Tényleg voltak ezen a héten is meghallgatások. Úgyhogy nézzük, hogyan muzsikáltak ezek a lányok, mint hírolvasok. Sziasztok, ez itt a február 13-ai GameStar Hype. Én Tina vagyok, és jöjjenek a hírek. Sziasztok, hagyjatok abban mindent, amit eddig csináltatok, ha csak nem ezt a műsort nézitek, hiszen ez a február 13-ai GameStar Hype velem, Angie-vel. Következzenek a hírek. Egészen megdöbbentő már, amikor egy politikus nem kezdi el izomból szapulni a videójátékokat, ha eldörren egy pisztoly. De az még ritkább, amikor valaki meg is védi a játékok szellemi függetlenségét. Nancy Pelosi, amerikai demokrata képviselő szerint az erőszakra való hajlam és a játékok közti összefüggés kutatása felesleges, mert például Japánban kaphatóak a legerőszakosabb és legbetegebb játékok, a gyilkosságok száma azonban sokkal alacsonyabb, mint a világ többi részén. Lehet tehát hibáztatni bárkit, a demokraták például a fegyverviselés kapcsán szeretnek kiakadni. Így kerek a világ. A Crytek is megpróbált egy humoros előzetessel kedvet csinálni hamarosan megjelenő Crysis 3-hoz. Black Ops 2-nek nagyon bejött, hát bár raktok is bele pénzt rendesen, ezért nem csoda, hogy mindenki igyekszik követni a példájukat. Ezt eddig is tudtuk, hogy Prophet kemény gyerek, de ebben a trailerben Rambót megszégyenítő könnyedséggel csap szét a rossz fiúk között. Lássuk! A Brothers in Arms sorozat nem halott, csak átalakul. Randy Pitchford egy interjúban elmondta, hogy egy nagyon-nagyon korai stádiumban lévő projekten dolgoznak, amiből egyszer csak egy autentikus Brothers in Arms játék lesz. Konkrétumokat nem kötött az orrunkra, szerintem még nincs abban az állapotban a játék, hogy bármit is biztosan kijelentessen. De addig is érkezik a Furious 4. Még novemberben lehetett hallani arról, hogy a Bungie az Activision Blizzard berkein belül a Halo franchise után valami egészen új címen dolgozik majd. Destiny néven futó projekt bemutatására még nem került sor, de ha jól értelmezzük a jeleket, már nem kell sokáig várnunk. Bungie fellőtt egy új weboldalt, úgyhogy biztos készülnek valami meglepetéssel. Hogy milyen kaland vár ránk, az hamarosan kiderül. Izguljunk együtt! Részleteket a GSU-n találhattok. Jó hírünk van! A hónap híre, hogy megjelent a legfrissebb GameStar. Akik határtalan bölcsességükben előfizetőink, azok már szerdán megkapják, tehát a mai napon. Akik pedig nem, azok legyenek előfizetők, ellenkező esetben csak pénteken tudják megvásárolni ezt. Jelentem ezen a héten teljesen mindegy, hogy a holnap előfizetek, akkor is csak pénteken kapjátok meg a legújabb GameStart, amelyben szeretném felhívni a figyelmeteket egy minőségi írásra, Splinter Cell Blacklist. Kiváló újságírás, at its finest. Egyébként tele vagyunk érdekes cikkekkel. Csókolunk mindenkit! Let me take you on a train. Nyilván mindannyian megcsodáltátok már az Alien Colonial Marineshez készült kis promovideónkat, de ezzel még nem értek véget az alienes meglepetéseink. Érdemes lesz holnap velünk tartani az Arena Live-ban, mert hogyha elég szemfülesek vagytok, akkor tudjátok, hogy mi vár rátok.
Sziasztok, ez volt már a GameStar Hype. Tina voltam, legközelebb pénteken találkozunk, jó játékot! Ennyi volt a móka mára, legközelebb pénteken találkozunk. Sziasztok!